Sziasztok, itt Templayer, és hát végre Good Game Empire. Előbb-utóbb elérkezett ez a pillanat is, és azt hittem, hogy szamuráj van, hogy őszinte legyek, de helyette van nomád, ami végül is majdnem olyan jó, mert pontosan ugyanolyan dolgokat akartam csinálni szamurájjal is, mint nomáddal. Nem tudom, hogy mondjuk vannak-e szamuráj zsetonjaim ebben a kastélyban. Vannak. Akkor ebből a szempontból mindegy is. Hogyha itt most elérjük a 70. szintet, és szamuráj zsetonnal kell trónfosztani, akkor az ugyanúgy jó, mert van némi szamuráj zsetonunk. Úgyhogy igen, hát utána 70-ig sorozat, tehát a kérdés az azon van, hogy elérjük a 70. szintet vagy sem. Jelenleg ezt a fejlesztést gyakorlatilag botomáron el tudjuk intézni, úgyhogy még egy 5 órásat is rápörgetek egy a fene, és igen, más típusú időátugrásból annyira nincs sok, úgyhogy ezt lehet, hogy nem kellett volna ilyen bátran átugranom. 8. szintre fejlesztés ráadásul. Akkor itt még egy fejlesztés van. És 3-2-1. Kapjuk is a 600 tapasztalatpontot. Ezt így messziről megmondtam, hogy ennek jó a XP időhányadosa. De akkor nézzük a többi királyságot. Tehát, hogy itt egy fejlesztés 170 XP, köszönöm szépen. Maradjunk annyiban egy kicsit húzós egy fejlesztés, de attól még megcsináljuk. És hát addig mesélnék egy kicsit, hogy mi történt a Good Game Empire-ben. Gyakorlatilag az elmúlt 3 hónapban kb. Semmit nem játszottam. Tehát életben tartottam a kastélyaimat, így hetente, 2 hetente belépegetek mindenhova. Nem tudom, lehet most is van pár romos kastélyom. Koronákat egyelőre próbálom tartani, de hogy úgy nem igazán érdekelt a játék. Most ugye hétfő van, előtte a hétvégén teljesen ráfügtem a Hermitcraft TCG-re, úgyhogy azért is lett vagy lesz még, ugye valószínűleg még nem töltöttem fel az összes videót, mire ez fölkerül, szóval valószínűleg abból még elég sok rész fog keletkezni. Az őrület miatt is, meg hát továbbra is nagyon élvezem, szóval borítékol van a csatorna sors, hogy most egy ideig az is fog párhuzamosan futni a többi játékkal. Viszont vannak dolgok, amiket itt a Good Game Empire-ben sem ártott volna megcsinálni, de mondom, ezeket teljesen ignoráltam. Úgyhogy hát egy hasonló kiégés volt ez, mint az előzők. Ilyen pár hónapos, csak nem csináltam róla videót, hogy mennyire ki vagyok égve. Úgyhogy ez most annyira nem üt nagyot talán. Volt csomó olyan videó, amit előre felvettem, és csak vágnom kellett ahhoz, hogy legyen videó. Úgyhogy ez a kihagyás most gyakorlatilag nem is volt látványos. Egy hónap volt az, ami látszott belőle, és amúgy a többi az csak, nem tudom, egy hét volt a legnagyobb kihagyás, de az meg gyakorlatilag nem is az. Jó van, itt most elpörgettem egy órás átugrás teljesen potyára, úgyhogy nem ártanom most egy kicsit a Duma helyett a dolgunkra fókuszálni. Itt ez 1000 XP. 1000 XP, te jó Isten, az nagyon sok. 1000 XP gyakorlatilag azért, hogy fejlesszük az üvegkohókat. Tehát 30, ugye 10 óra per fejlesztés, úgyhogy olyan 33 XP per óra. Ez a küldetés. Következő küldetés, ez ugye 3 darab favágó fejlesztés, 370 ér, ez 9 darab időátugrás, vagy van 300-at kéne osztani 9-el. Az is nagyjából 30 körül van. Tehát ezek a küldetések viszont sokkal kevesebb erőforrásba kerül, úgyhogy ezt gyakorlatilag már el is kezdem. Amúgy sanszos, hogy a legjobb XP időhányados a tüzes küldetéseknek lesz. Úgyhogy amíg nem számoljuk ki a sivit, addig legalábbis biztosan. De utána is elég gyanús, szóval valószínűleg abból fog állni most ez a rész, hogy itt amit tudunk tüzesen, azt kihúzzuk. Ugye van ez is töm, tehát tudok venni még időátugrót, és a maximálisra föl van töltve körülbelül a alapból is a készletem, szóval nagyon sok mindent fogunk tudni ugrálni. Kőfejtő 6. Ez is 300 XP, jó mindegy, az most már majdnem 4 óra, de azért folytatom. Közben meg el kéne kezdeni nomádot támadni akkor, hogy legyen erőforrásunk a következő dolgokra. Sőt, ezt most el is kezdem.
nem tudom, ott tartottam, kicsit félbe szakítottak, de hogy igen, nehézséget megerősítjük haladó plusz módon. Let's go. És akkor kémkedünk egyet. Azt hiszem az az első lépés. Kiszámoljuk, hogy körülbelül mennyi katonára lesz szükségünk. Ezt sajnos a tábornoki dolgokat, azokat nem nyúlhatok hozzá, mert tervezek belőle egy videót, amilyen szükség van rájuk. Mert amilyen régóta tervezem, igazából ki is nyithatnám őket, és majd megcsinálom a videót, amikor ráérek. Na mindegy. Favágó, gazdaság, ezért nem ide akartam jönni. Ide akartam jönni, megnézni, hogy milyen lehetőségeink vannak katonavétel szempontjából. Ebből is valószínűleg katonákat fogunk venni ebből a zsetomból, mert más értelmes dolog nincs nagyon. Esetleg elefánt csont, mahabódi szökőkút. Komoly cucc. Én is fogyasztom. Jó van. Itt még nem tudunk katonákat venni, szóval vagy ezüstből, vagy kántáblából tudunk katonát szerválni. Ezüstből viszonylag drágán, kántáblából, menjünk a 100, kántáblából 10 000 kántáblánk van. Akkor lehet inkább ebből érni meg. Mondjuk egy 500 kántáblát elpörgetünk rája, és kaptunk is ingyen katonát. Na, így már biztos meg tudjuk támadni az első nomádot. Köszöntöm szépen az együttműködést. Különleges ajánlat martalócra vonatkozik. Nem vagyunk 70-es szint fölött, úgyhogy én most még nem szeretnék erre rubin pocsékolni, mert lehet, hogy megint egy hónapot kihagyok. És akkor gyakorlatilag 1200 rubin dobtam ki a kukába. Oké. Hogy szoktunk nomádot támadni? Emlékeztessetek, már nagyon régen játszottam. Azt hiszem valahogy így. Elnyomjuk a támadást, és akkor visszatérünk tüzeshez. De hogy ne legyen annyira monoton a téma, most kiszámoljuk a sivire is az XP időhányadosokat. Nagyon jó lenne még azt a falu fejlesztést is betolni, 1500 XP, de gyanús, hogy az már nem fogja megérni. Viszont ez a csűrfejlesztés, ez meg gyanús, hogy megéri. Toronyfejlesztés is gyanús, hogy megéri. Olivaültetvényekből pedig szerintem 3-at felhúzni 500 XP-ért, az már sanszos, hogy az nem fog működni. Igen, 21 óra 500 XP-ért. Hát olyan 25-öt verdesi alulról. Hol van? Igen, az XP időhányados. Úgyhogy azért annyira nem vészesen jó. Mindegy, megjegyezzük. 25. Tehát ha annál rosszabbak már a tüzes küldetések, akkor átállunk erre. És hát igen, alapszabály, amit egy órással tudunk, azt egy órással ugorjuk át, amit ötössel, azt ötössel. És amik ilyen kerek, nem tudom, egy 4,5 óra, azt pedig az alkotó részeivel, ami pedig már igen erősen kerekítendő fölfelé, azt pedig a következő méretű idő átugróval. Így tudjuk ugye maximalizálni az idő átugrásokból kisajtolható XP-t, bár ebből az utóbbi részekben hallottatok eleget, úgyhogy ezt már valószínűleg sikerült mindenkibe belénevelnem, ezt a fajta mentalitást. És ennek így, hogy mondjuk simán tudnék 2 hetente játszani, és annyi idő átugróm lenne, mint a nyűv, ennek nincs nagyon értelme. Ennek inkább akkor van értelme, amikor valaki folyamatosan játszik, és mondjuk 1 vagy 2 hónap alatt éri el a 70. szintet, akkor tényleg minden számít, hogy most minden 10 perces idő átugró jó helyen van, mert adott esetben fél órásat tud vele megspórolni. További 100 tapasztalatpont. Na igen, és akkor innentől kezdve már teljesen tréja a sivatag is. Tehát, hogy 5 fejlesztést kelljen végrehajtani 200 XP-ért, 20 darab órát kellene 200 XP-ért, az egy 10-es az XP időhányados, úgyhogy azt már nem szeressük. Olajpris 50, tuti nem éri meg, katonánk nincs, így támadósok sem. Ja igen, ezt beszéltük, hogy valami 20-valahány, mondjuk kell küldeni bele erőforrást, úgyhogy annyira talán mégse jó deal, viszont tudjuk fejleszteni a raktárat még ennyi erőforrásból, úgyhogy lehet, hogy közben meg mégiscsak jó lenne azt megcsinálni. Meglátjuk. Annyi biztos, hogyha nagyban akarunk fejlesztgetni sivatagon,
akkor már érdemes lesz fölfejleszteni előbb a vártornyot. Üvegkohó fejlesztésekkel tudnánk szerintem a legnagyobb ütemben haladni, viszont az üvegkohók azok ugye nagyon sok erőforrásba kerülnek, úgyhogy azt viszont csak úgy tudjuk, hogy közbe küldünk ugye a nomádozás után befele erőforrást. Úgyhogy ennek ellenére, hogy ennek a legjobb az XP időhányadosa, nem tudjuk folyamatosan ezt a küldetést csinálni, addig pedig akkor csináljuk a többi ilyen kőfejtő meg ilyesmiket. Megnézzük, hogy hogy áll közben a nomádozásunk, mert gyanítom, hogy valami félrement. Ha, védelem vereség egy nappal ezelőtt, méhész. Jó, az nem vészes. Na szép, közben megnyitok egy levelet, és már elfelejtem, hol tartok megint. Kaptunk egy halomjutalmat is, beért az első nomád támadás végre. Szóval most én vagyok a vezetője is a szövinek, úgyhogy amiatt is valószínűleg sok-sok támadást kapok. Ó, itt már kilépett. Utolsó aktív tag volt köbe. Vagyunk azért még 48-an, még az én karaktereimmel se játszom, úgyhogy ennyire azért ez nem meglepő. Nézzük, egyáltalán nyitva vagyunk, legalább nyitva vagyunk. Na mindegy, kicsit rendbe kell majd szedni ezt a szövit is. Csak addig nem akarok keménykedni, meg kidobálni embereket egyrészt, amíg van hely, másrészt, amíg én se játszom nagyon. Úgyhogy ez egy ilyen kettős érzés, meg kettős dolog sajnos. Na jó van. Visszatérve a boldogabb témákra. Azért ez egy elég kicsi kastély, tehát hiába verjük be két naponta, azért nem keletkezik benne nagy tűz. Úgyhogy annyira nem hátráltat a haladásban, mint amennyire mondjuk a nagyobb kastélyaimat, főleg a Soma egyet. Bármikor összegyűjtök 4000 katonát, ezt kiszedik. Úgyhogy most már nem is szívózok nagyon, hanem veszek védőket, ezt csókolom. És most nem tudom, mi történik amúgy. Gazdaságokat kell fejleszteni. 7. szintre. Opp, 25. 25 óra. 300 XP. Na, most kéne elkezdeni azzal foglalkozni. Sivataggal foglalkozni. Jó van. Ó, van amúgy csomó erőforrás. Ezt elfelejtettem. De akkor elkezdünk a sivataggal foglalkozni, egy pillanaton belül. Ja igen, és megjöttek végre a katonáink. Úgyhogy tudunk teljes értékű támadást indítani. Elkezdjük fölhúzni a sivatagot, illetve közben tolok egy adag erőforrást tüzesre is. Csak előtte még megnézem, hogy minden erőforrást, amit lehet, elhasználjunk, mert az lenne akkor ugye leghatékonyabb. 5 órás átugrásokat igényel ez a procedúra. Kezd rendkívül nem megérős lenni. És itt látjátok, az 45 perc, ez már a lélektani határa annak, hogy fölfelé kerekítünk. Úgyhogy itt bizony elpörgetem az 1 órásokat. És akkor lássuk a medvét. Első küldött erőforrás a videó 16. percében. Mondjuk annyi volt már rövidebb ez a videó, hogy ezt rendesen megvágom. 20%-ot ki szoktam vágni, milyen hümmögés. Úgyhogy nektek talán nem volt annyi idő, de ez egy kicsit csiralmas, hogy ilyen lassan haladunk. Mindegy, a nomádozás az be fog indulni, és ez a tüzes biznisz is be fog indulni a nomáddal együtt. Csak ugyanhoz még kell kapjunk pár katonajutalmat. 33 óra, vártoronyfejlesztés, átugorjuk, mint a fene. Lélektani határt nem ért el a 19 perc, úgyhogy ezt kisebb átugrókból ugorjuk át, és a következő fejlesztésünk pedig nem más, mint ahol közben elértük ezzel az XP-vel a 33, vagy 63. szintet. Tök jó, tök jó. 4. szintű falu. A falura kéne ránézni, és ráfeküdni nagyon, hogyha olyan. Igen, ezek a lakóházak nem érik meg, azért meg nincs elég erőforrás. Elkezdtük-e? És igen. Igen, a válasz egy határozott igen, elkezdtük már húzni a sivatagi falut, úgyhogy meg lesz az 1500 XP. Ez egy kellemes meglepetés már itt a nap elején, mert akkor egyből körülbelül ugrunk a 64. szintre. Jó, azért nem, mert 1500 XP, és akkor még 2300-at valahonnan össze kell vakarni. De ugye most a nomádból is fogunk kapni valószínűleg még katonát, és akkor elkezdjük a nomádos XP-ket is begyűjteni. Ó, illetve viharszigetek.
Apropó viharszigetek. Viharon is szerintem, hogy megnyitjuk az új vihart, lesz egy csomó megérős küldetés. Nikolab át kell küldeni 25 védőt. Fenébe. Nem. 25 bármilyen katona jó. Akkor toborzunk 25 láncsest a rákba. Olcsó kari 10-10 ezer. Drága kari 20-20 ezer. Drága karival kéne kezdeni, a kevesebb idő átugró. Majd kevesebb átugrót kell használni. De kicsit több erőforrást. Jó, erre majd visszatérünk, erre a vihar projektre. Addig legalább itt van még tüzesen egy olyanom, hogy üvegkohó fejlesztés, amit bitangul átugrunk. 2 darab 5 órás és 2 darab 5 perces idő átugróval, és folytatjuk a tevékenységet. Megnézzük, hogy itt elkezdtük-e már húzni a falut, elkezdtük, de nem számottevően, tehát nem halunk bele, hogyha nem készül el. Bár olyan közel van a befejezéshez a Sivi falu, hogy szerintem még erre is jut majd időnk, hogyha befejeztük az ökörködést. Igen, második szintű falu még 1000 XP, úgyhogy ezt meg nem ártana. Végül is 3 környi erőforrás. És pont van erőforrásunk karakter fejlesztésére. Mekkora jó már. És 4-5 órás idő átugró helyett inkább egy 24-est használok. Igen, ez egy ilyen dolog, sajnálom. És közben nem figyeltem az előbb, de a nomád jutalmakból kaptunk még egy seregnyi katonát. Úgyhogy ezennel duplázódik minden, amit a nomádnak köszönhetünk. A nomádból kapott XP, erőforrás és a nomád küldetések teljesítése, ezáltal a nomád küldetésekből kapott XP is felgyorsul. És azt mondja, hogy ezeknek még 32 másodperc van hátra. Mit csinálunk abból az erőforrásból először? Átküldeni Sivire még nem szeretném, mert nem teljes raktár, úgyhogy szerintem most megnyitjuk a vihart, és akkor jó, figyeljetek, most belépünk viharra. Van elég kövünk hozzá. Jó, van. Fából vagyunk inkább karcsún, de mindegy. Átlépünk viharra, elkezdjük csinálni az ottani küldetéseket, és addig pedig felfejlesztjük odáig a nomád támadó képességet, hogy tudjunk raktárat tölteni. És akkor utána megmehetnek a rendes tüzes fejlesztések. Na, irány a viharszigetek, kastély kiválasztása, még pirosra jelöli az éket, de most már valójában képesek vagyunk elmenni viharra. Igazából nem kapunk semmit azért, hogy elnevezzük a viharkastélyt, úgyhogy én ezt most hanyagolnám. És az első dolgunk viharon, mint minden más királyságban is amúgy, hogy létrehozzuk a szükséges infrastruktúrát. Mit is jelent ez a gyakorlatban? Felfejlesztjük a raktárat olyan szintre, hogy minél több erőforrást tudjunk beleküldeni, ugye kívülről, és felfejlesztjük a vártornyot, hogy minél kevesebb időátugrót igényeljenek azok az építések, amiket el akarunk végezni. És akkor itt van egy vicces aspektus, ami pedig az, hogy ehhez ugyanúgy külső erőforrásra van szükségünk minden máshoz, és erre én nem gondoltam. Illetve még ugye van egy pár perces felfutási ideje ennek a dolognak. 10 perc, 9 perc. Amíg ugye letoborozzuk ezt a 25 nyomorékot. Úgyhogy meg is pörgetjük, amennyire csak lehet. És lássuk a medvét. Ez itt 16 óra átugrás, viszont már van ennyi raktárkapacitásunk, hogy ezt megcsináljuk előtte, ami 24 plusz 5 plusz valamennyi, fél óra. Úgyhogy előtte, már a raktárfejlesztés előtt akarom fejleszteni a vártornyot, amire nincs elég erőforrás, úgyhogy most várunk. Addig legalább egy kis táplálékhoz jutottam, mert az igazság, hogy már körülbelül 2 órája folyamatosan beszélek, mert most vettem fel 3 TCG videót is, és hát most ért be 2 darab nomád támadásunk is, úgyhogy igen, nehéz diplomácia közepette kapom sorra a jutalmakat, rengeteg katona. Tehát ezzel már gyakorlatilag indítom is a következő támadást. Kérdés, hogy hány következő támadást, de úgy látom, hogy csak egyet. De ha az a kettő visszaér, akkor tök sok erőforrásunk lesz. Nézzük, miket kaptunk. Rengeteg ezüstöt, és rengeteg ilyen lótuszt. Azt, az meg mi a ló? Illetve tudjuk-e a másik féle zsetont használni? Nem tudjuk. Oké, akkor most azt kéne eldönteni, hogy ez mennyi, ez 2000-et ad. Ez mennyit? Ez 2300-at ad. Tehát még csak nem is a legerősebb díszek. Eszközök. Legyen az, hogy az eszközöket megvesszük. És ha az eszközök meg vannak véve, ó, akkor még az időátugrásokat is.
És akkor utána veszünk belőle katonát, mert másnak úgy látom nincsen értelme. Lotus egy gyakorló telep. 24% maximális egységszámhoz a szárnyakon egészségére. Annak annyira most nem veszem hasznát ezen a szinten szerintem. És beértek a seregeink, már hogy hazaértek a seregeink az erőforrásokkal, úgyhogy még mielőtt bármit is tennék a gyors haladás érdekében, indítom is őket tovább. Érdalsón át a négyes vágányra, és az erőforrás pedig indul a viharszigetekre. Hopplé! 2 óra, és akkor itt már fejleszthetjük is először a vártornyot, mert ugye minden építési időt csökkent a vártoronynak a szintemelése, és akkor most egy raktárat, 2, 1, 2, 3, és amíg van 5 perces átugrónk, addig nem szégyellem használni. Igen, továbbra is a lehetőségek földje küldetés az, amit próbálunk itt véghez vinni. Úgyhogy akkor nem tudom, elkezdem építeni a gazdaságot, az szokott kelleni, az 5. gazdaság. Úgyhogy, igen, ezzel is legalább pár idő átugrót spórolunk, hogyha ezeket a kicsiket hagyjuk dolgozni. Na, feloldódtak végre a viharos küldetések. Ezekből vegyünk dekorációkat gazdaság 4. szintig, és kastélybővítés, toronyfejlesztés 1-1 szint. Úgyhogy ezek viszonylag olcsó küldetések, csak az a baj, hogy jelenleg még ugye nincs erőforrásunk, még annyi se, hogy ezeket a küldetéseket megcsináljuk. Vagy legalábbis a bővítést nem. Hoppá, hoppá, hoppá. Nem kaptunk katonát. Basszus. Igen, ez a eleje ez mindig lassú ennek a nomádozásnak, de hát ez van. És akkor itt 4 darab 5 percest elhasználunk. Remélhetőleg még tudjuk fejleszteni ennyi erőforrásból. Igen, miért ne tudnánk. Ismerni kéne a játékot ennyi év után. És akkor megvan a 4-es szintű gazdaság, most már csak ki kell csattintani egy dísztárgyat. Legyen mondjuk ez. Szegény dísztárgyakat tökre nem arra használjuk, amire vannak. Hogy actually díszítsenek valamit. Mindig csak tele tömjük azért kastélyokat vele. Hát kivéve most, mert most nincs végtelen eszköz, úgyhogy nem tudunk végtelen dísztárgyat venni. Úgyhogy most csak annak szép a kastély, akinek elég pénze van. Elég pénz meg ugye nincs. Na jó van, ez egy másik videó témája. Van-e katonánk? Most már aztán. Mindig nincs. Miért nincs? Mikor kapjuk a következő katonajutalmat? Mondjuk még megy egy támadás, szóval abból akár lehet is valami. De nem lesz. Viszont az utána levő 2 támadásból még 2000 katonát szerzünk, és az utána lévő 10-ből még 2000-et, ami nem egy olyan rossz dolog, és akkor az a még 4 seregünk lesz. Király! Hány kántáblát kapok egy ilyennel? 68-at, igen, akkor kb. Jól számoltam. Visszaért már valaki? Visszaért már valaki. Akkor indítunk egyet. Ja igen, 3 támadás ment, és akkor 2 még nem ért vissza, akkor ennyi van jelenleg. Ennyi minden. Nem csapatokat küldünk, félre nyomtam, hanem erőforrást küldünk. Ezt pedig viszont amennyi a csövön kifér. És akkor nézzük a nagy viharos küldetéseket. Kezdve ezzel a legkisebbel. Bővítünk egyet, meg fejlesztünk egy toronyót. Fejlesztünk egy toronyót, melynek az az értelme, hogy kapunk 100 XP-t. Király. Lakóház. Következő szintre. Hú, ez rettentő, sok kicsi idő átugró lesz. Úgyhogy most már, ami 4-5 percest igényel, azt már fél órással ugrom át. Közben meg nem ártan odafigyelni a seregeinkre, hogy hol tartanak, mert ha visszaértek, akkor viszont egy nagyon régóta áhított lépést kéne megtegyek, ami pedig nem más, mint az, hogy átküldöm Sivire azt a maradék kis erőforrást, ami még hiányzik abból a faluból, és akkor az 1500 XP szinte azonnal. Igen, ezek talán nem a legmegérősebbek időátugrás szempontjából, bár 75 és 100 150 között van valahol az XP időhányados, inkább 50 most már, így, hogy 3-at kell fejleszteni, de azért ez még mindig sokkal jobb, mint az összes többi. Úgyhogy örülök, hogy ezt
lehetőséget észrevettem most is. 150 XP. Igen, tulajdonképpen ez a következő küldetéshez is csak erőforrás kell, de most nem akarom így elpazarolni erre az összes erőforrásomat, mert akkor a többi küldetést nem tudjuk csinálni, és addig unatkozunk, és az unatkozás az szomorú dolog. Úgyhogy helyette inkább indítsuk el azt a másik két sereget is, és akkor a végén pedig jött a várva várt pillanat. És akkor mondhatjuk, hogy elérkezett a pillanat. Hajtsa végre a sivatag fejlesztési parancsot. 30-30 ezer erőforrás, remélhetőleg valami fejlesztés is kijön belőle, ami hasznos nekünk. De amellett, hogy fejlesztgetünk 22 ezer kövecskét, elpattintunk ide a 4-es szintű falura 1500 XP-ért cserébe. Király! Akkor emeletes házfejlesztés, ha nincs más. Olivaültetvényfejlesztés. Na nézzük. 20 ezer kő per fejlesztés. Ó, az nagyon sok. Az nagyon sok. Annyi kövünk jelenleg nincsen. Jó, mindegy, nem indítok így random fejlesztést, hogy aztán majd át kelljen ugrani, hogyha végül vissza kell ide térnünk, de úgy érzem, elég erőteljesen félbehagytunk egy projektet. Mindegy. Szóval, igen, sokszor megcsináltam már azt, hogy ebbe a kastélyba úgyse fogok most semmit csinálni, és benyomok egy olyan fejlesztést, ami utána csak plusz idő átugrókba került teljesen fölöslegesen átugrani. Úgyhogy most nem követtem el ezt a hibát. Valószínűleg azért a sivire még vissza fogunk tudni térni a nap folyamán, hogyha kiderül, hogy a tízesen a házfejlesztés küldetéseknek az XP időhányadosa már nem az igazi, de mondjuk azért addig még van hátra pár órányi grind. Mondjuk, ami megnyugtat, hogy 1,2 nap van hátra nomádból, tehát még tudok lenni holnap, meg délután is nomád van még, ami rengeteg-rengeteg videófelvételre ad lehetőséget. Hopp-hopp-hopp! Gazdaságfejlesztés. 5 darabot kér, 5 darabot kér. 4-szer, hát inkább 5-szer. 5-szer 5 az 25 óra, és azért kapunk 180 XP-t. Tehát 7-es darab. Az XP időhányados kerekítve, de 7-es, úgyhogy az annyira nem éri meg. Nem tudom, mi van itt ennyi erőforrás amúgy, de mindegy. Úgyhogy akkor átnyargalunk a másik projektünkre, ami pedig nem a sivő, hanem a vihar. Egy órás átugróval átugorjuk ezt a kőfejtőt, és meg kell nézni, hogy milyen vissza most jelenleg a nomádból. Mennyi erőforrás? 16. 3x 16 az 48. Annyi befér még simán a raktárba, jó, akkor nem kell annyira izgulni. Akkor folytatjuk tovább csillesen itt a fejleszgetéseket. Ó, nagyon jó, nagyon szeretem. Egy darabot kell fejleszteni egy teljes küldetéshez. És látjátok, ezért jó, hogy a magasabb szintű kastélyt választottuk, mert így még a további gazdaság fejlesztős küldetések is ilyen viszonylag olcsók lesznek. Lakóházasok cserébe rohadt drágák, de azt már megszoktuk. Szerintem még így is sokkal jobb az XP időhányadosuk, mint amúgy. 5, 7,5, 8,5, mondjuk 9 óra. Bár még úgyis 20 körül vagyunk. Jó, ami nem 30, de ugye a tüzes küldetéseket most jelenleg nincs elég erőforrásunk, hogy folytassuk, szóval. Végül is a legjobb XP időhányados az, amit tudunk is használni valamire. Az a legmegérősebb. És kéne egy darab rubint költeni, hogy legyen egy kis 10 perces átugrónk. Ezt hány rubin átugrani? 14. Ezt? 11. Ezt? 9. Oké. Tudom, nem éppen a legmegérősebb verzió volt. Ó! És a szövetség kovács műhelyben kovácsolunk egyet, és írunk azébe, chatbe, és még valamit csinálunk. Miért van ennyi cucc felszerelés raktáramba? Ó, láda! Mindjárt azt is megnézzük. Ó, 61. szint. Mindjárt azt is megnézzük. Üvegkó 7. szint. Jó, meg is néztük. Kovácsolunk egyet, csak hogy legyen hely. Itt is kovácsolunk egyet. És kémkedni ezt 4-et kell. Adót szedni ezt kicsit többet.
Vagy pedig a zsoldosoknál megcsinálni valamit. És akkor kapunk még egy csomó 5 percest, ezt most azért csinálom. Ó, már be is tudjuk gyűjteni a küldetést. Csodálatos. Csodálatos. Akkor azt az ingyen pénzt. Ezt választjuk a következőnek. És 3 darab támadást tudunk indítani ebből a kastélyból. Most így a katonák számát elnézve. Úgyhogy azt is meg fogjuk csinálni azonnal. Ég a nomád. Gyönyörű. Ami azt sejteti, hogy hamarosan időátugrásba fognak kerülni a nomád támadások, aminek annyira nem örülünk, de közben meg ez az életnek a rendje, szóval annak megörüljünk, hogy most már tudunk egyszerre legalább 4 nomádot támadni. Sőt, 5-öt. Vagy 6-ot. Ki tudja? Majd kiderül. Kiderül, hogy pontosan mennyit. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. És van 600 katonánk, úgyhogy szerintem akkor még tudunk támadni. Még ezen kívül is. Aha. Aha. Ezt már szeretem. Viszont ennél már nagyon kell figyelni, hogy mennyi erőforrás jön be, mert ez már nagyon sok lesz. 6 darab támadás. Az király. Akkor 1, 2, 3, 4, 4 és fél körből, de addigra lesz még több katonánk. Úgyhogy 4 körből már ki is tudjuk húzni az összes nomádot. Ez már haladás. Haladás, melynek gyümölcse viszont gyanítom, hogy csak a következő részben fog érvényesülni, mert nem szeretnék egy videó kedvéért 120 perc nyersanyagot feldolgozni. Úgyhogy legyen az, hogy most erre a részre elköszönök, és hasonló áldásos tevékenységünket folytatjuk a következő részben, ami pedig hát majd hamarosan vagy nem hamarosan fog érkezni, leginkább amikor felveszem, ami remélhetőleg most lesz a következő percekben, de utána még van a vágás folyamata, ami hát már ez is 40 perces nyersanyag, tehát 2 óra lesz megvágni minimum, úgyhogy ja, innentől még, hogy mondjam, bizonyos tényezők együttes hatása kell ahhoz, hogy kikerüljön ez a videó időben. Minden esetre köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, és ne aggódjatok, visszatér a Good Game Empire is, most már hamarosan egyre lelkesebb vagyok a témával kapcsolatban, úgyhogy hamarosan visszatérnek heti rendszerességgel a Good Game Empire videók. Addig is jó játékot kívánok mindenkinek, sziasztok!